átadom a szót Nemes Gábornak, a Naphimnusz Egyesület elnökségi tagjának, aki a teremtésvédelmi találkozó moderátora. Az Eucharisztia összeköti az eget és a földet, átfogja és áthatja az egész teremtést. Az oltári szentség fény és motiváció forrása környezetért való aggódásunk számára is, és arra késztet minket, hogy az egész teremtett világ őrei legyünk. Az elhangzott idézet Ferenc pápa Áldott légy, Laudato si kezdetű enciklikájából való. A körlevél 236. pontjának két részlete. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves zarándokok, kedves vendégek! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Egy kenyér, egy föld teremtésvédelmi találkozóján, a Környezetvédelmi Fakultáción, mely a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Katolikus Társadalmi Napok, KATTÁRS rendezvénye, a Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottság szervezésében. Felkért közreműködő az idén éppen 10 éves Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület. A következő 60 percben nemzetközi és hazai kitekintésre kerül sor a teremtésvédelem, környezetvédelem világából, előadás, illetve kerekasztal beszélgetés formájában. Mindenekelőtt megkülönböztetett tisztelettel felkérem Székely János püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottság elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, püspökatyákat, paptestvéreket, szerzeteseket, szerzetesnőket. Hadd köszöntsem külön szeretettel Magdalena Noscikot, aki a Laudato Si mozgalom európai vezetője. Köszöntök mindenkit, aki a teremtésvédelem területén sokat tett az elmúlt évtizedekben, és minden kedves érdeklődőt. A mai alkalomra megfogalmaztunk egy közös kis imádságot, amelyet családi asztali imádságként is lehet mondani. Álljunk föl, és ezzel az imával kezdjük a találkozásunkat. Magyarul imádkozom, de nyugodtan mindenki a maga anyanyelvén, vagy angolul olvashatja és mondhatja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében könyörögjünk. Mennyei Atyánk, mennynek és földnek teremtője, minden élet forrása, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson hálát adunk neked életünkért, világunk gazdagon megterített asztaláért, a tiszta vízért és termékeny földért, az állatok és növények változatosságáért, a természet lenyűgöző szépségéért. A teremtés hetének kezdetével minden keresztényel egyesülünk ebben a hálaadásban. Megvalljuk és bánjuk, hogy elhanyagoltuk a ránk bízott világ védelmét, és hogy nem gondoskodtunk teremtményeidről. Segíts megtérnünk, hogy megtisztítsuk közös otthonunkat, hogy meggyógyítsuk és megvédjük, és épségben adjuk tovább a jövő nemzedékeknek. Adj nekünk bölcsességet és erőt a betegségek gyógyításához, az éhínség, a szegénység és a konfliktusok felszámolásához, hogy egészséges emberek lehessünk egy egészséges bolygón. Add meg eltökéltségünket és erőfeszítéseinket, hogy a szegények szükségleteit kielégíthessük teremtett világod asztalánál. Adj nekünk nyílt és érző szívet, hogy megosszuk kenyerünket az éhezőkkel.
áld meg és lelkesíts családjainkat, hogy egyek legyenek a szeretetben, a hitben és a reménységben, és együtt dicsőítsünk téged, Fiad Jézus Krisztus által, aki a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ennek a fakultációnak a témája közös otthonunk, a Föld megóvása. De hogyan kapcsolódik ez a téma az eukarisztiához? Ha az eukarisztiát hitelesen vesszük, akkor a teljes Krisztust vesszük magunkhoz, az ő gondolatát, lelkét, szellemiségét, az életünket is eszerint alakítjuk. Ha hitelesen akarjuk venni Krisztus testét, akkor kell, hogy megtörjük a magunk életének kenyerét sokak számára. Nem elég az oltáron megtörni a kenyeret. Meg kell törnünk a legszegényebbeknek. És meg kell óvnunk a teremtett világot, hogy legyen egészséges kenyér, iható víz minden család, a legszegényebbek asztalán is. Sokan talán azt gondolják, hogy a teremtés védelem zöld mozgalmaknak a témája. Ez egyáltalán nem így van. Egyrészt a mai emberiségnek az egyik leghatalmasabb kihívása a klímaváltozás, a talajaink pusztulása, a biológiai sokféleség eltűnése egyre fenyegetőbb rémként mered az emberiség elé. De nem csak emiatt, hanem azért is, mert a Bibliának az egyik legközpontibb üzenete a Földünk megóvása. Így mondja a Teremtés könyve, Isten ránk bízta ezt a világot, hogy műveljük és őrizzük. Felelősek vagyunk érte. Felelősek vagyunk a Teremtő Istennek, hogy megőrizzük az ő nagyszerű, remek művét gyönyörűnek. Szent Ferenc ámulattal énekelte meg a teremtés szépségét a naphimnuszban, amely így kezdődik, Laudato si, áldott légy. Áldott légy, Uram, s minden te alkotásod, legfőképpen Urunk, bátyánk, a nap, aki a nappalt adja, s ránk deríti a te világosságodat, és szépő és erős, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Tudjuk-e megőrizni gyönyörűnek Isten teremtett világát, vagy az önzésünkkel tönkretesszük, kiszipolyozzuk? Felelősek vagyunk a következő nemzedékek előtt, hogy számukra egy élhető és szép bolygót adjunk tovább. Felelősek vagyunk a Föld szegényei előtt, mert a környezet pusztítás leginkább őket sújtja, őket érinti. Zsidó rabbik fölfigyeltek arra, hogy a teremtés történetben 10-szer szerepel ez a mondat, hogy és Isten szólt. És azt mondták, Isten 10 igével alkotta a világot. És összekötötték ezt a 10 parancssal. Az a meggyőződés fogalmazódik itt meg, hogy a teremtés igéje, és később az erkölcs igéje, a 10 parancs, ez a két ige ugyanaz. A világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend. Az embernek ezt a gyönyörű harmóniát föl kellene ismernie, és ennek megfelelően kellene élnie és kibontakoztatnia önmagát. Ha nem ezt teszi, akkor önmagát és a bolygót is nagyon hamar tönkreteszi és elpusztítja. Mennyire fontos lenne fölismernie a mai sokszor kissé önző és nagyképű embernek, hogy a szabadság nem önként jelent, nem a valóságtól való teljes elszakadást. Ahogyan az ember másik alapképességének, az értelmünknek a természetes célja az igazság. Mindig a valóságot, az igazat akarja az értelmünk igaznak, valósnak megismerni. És nem annál értelmesebb az ember, minél többször téved is. Éppen így az akaratunknak,
A szabadságunknak a természetes célja a jó, az érték. Azt látja meg az ember, afelé vonzódik, afelé próbál meg szárnyalni, próbálja meg az életét ennek megfelelően alakítani. Nem annál szabadabb az ember, minél többször rosszul is dönt, hanem akkor, ha mindig az értéket ismeri föl értéknek, ha semmi nem köti őt gúzsba, ha megtanul szeretni és szárnyalni. A szabadság nem önkény, nem a pillanatnyi szeszélyeink teljesítése. Isten gyönyörű törvénye, amely bele van ültetve a teremtésbe, a napba, a holdba, a csillagokba, a sejtjeinkbe és a lelkünkbe. Ez a törvény nem ellenünk van, nem akadálya a szabadságunknak, hanem értünk van. A teremtett világot megóvni nem csak azt jelenti, hogy a klímaváltozás ellen küzdünk, a biológiai sokféleséget megpróbáljuk megmenteni, hanem jelenti a teremtett világ legfontosabb szereplőjének, az embernek a védelmét is. Az emberét, akinek van értelme, szabadsága, aki a Teremtő Isten képmása. Benedek pápa mondta, hogy a teremtés könyve egy és oszthatatlan. Benne van a teremtett világ megóvásában az, hogy óvjuk az emberi nemiségnek a helyes, Teremtőtől alkotott és szándékozott rendeltetését, amely által szerelemre, házasságra teremti az embert, és azt akarja, hogy ez a szerelem termékeny legyen. Ez a szerelem természetes célja és beteljesedése. Óvni a teremtett világot jelenti azt is, hogy védjük a családot, védjük az emberi társadalom kapcsolatrendszerét, az igazság, a testvériesség, a szeretet mentén. Nagyon hamis és elhibázott az a fajta teremtésvédelem, ahol növény- és állatfajokat védünk, de az emberi életet a fogantatástól a természetes haláláig nem védjük, nem oltalmazzuk. Nagyon elhibázott és felemás az a teremtésvédelem, ahol a biológiai sokféleséget védjük, de nem védjük a kultúrák, az emberi társadalom sokféleségét és kincseit. A teremtett világ megóvásának az egyik legfőbb akadálya a haszonelvű gazdasági szemlélet. Az a fajta szemlélet, amely azt gondolja, hogy a gazdasági élet célja a haszon maximalizálása, a pénz. És éppen ezért a teremtett világot nyersanyag lelőhelynek kezeli, amit a végsőkig kiszipolyozhat. Az egyház társadalmi tanítása szerint a gazdasági életnek a célja nem a haszon, nem a pénz, hanem az ember, mégpedig minden ember a Földön és a teljes ember, test és lélek boldogulása és kiteljesedése. A gazdaság nem erkölcsmentes terület, hanem az igazságnak, emberiességnek kell átjárnia. A gazdasági életnek az egyik legfőbb rákfenéje a mi korunkban az, hogy az emberiség magántulajdon vagyona egyre kevesebbek kezében összpontosul. És ezért egyre kevesebbekhez árad a Föld gazdasági életének a haszna is. A keresztény tanítás szerint a magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti, hanem azt megelőzi a minden embernek emberhez méltó megélhetéshez való joga. A Földet a Teremtő Isten mindenkinek szánta. Akinek magántulajdona van, az csak rövid ideig kezeli, amíg itt a Földön jár, de felelősen a Föld minden egyes emberéért. Mennyire fontos lenne kidolgozni a magántulajdonhoz való jog határait a jogrendszerünkben, a gazdasági rendszerünkben. Mi keresztények álmodunk egy olyan világról, ahol az emberiség minden egyes embernek tud örökséget adni, amellyel az életét elkezdheti, nem csak a dúsgazdagok gyermekeinek.
ahol egy banktulajdonosnak a jövedelmét nem ezerszer és tízezerszer nagyobbra értékeljük és állapítjuk meg, mint mondjuk egy ápolójét, aki a fél éjszakát végig dolgozta a beteg ágyak mellett. A teremtés megóvása elképzelhetetlen egy igazabb és emberibb gazdasági rendszer fölépítése nélkül. Ferenc pápa arra hív minket, hogy egy ökológiai megtérést hajtsunk végre az életünkben. Azt mondja, ez nem egy szabadon választható feladat a keresztények számára, hanem mindannyiunk kötelessége. Ha szeretnénk hitelesen ünnepelni az eukarisztiát, ezt a megtört kenyeret, akkor kell óvnunk a földi kenyeret is, a tiszta vizet, a bolygónk szépségét, és kell, hogy megtörjük kenyerünket a szegénynek és az éhezőnek. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és hallgassák nagy szeretettel a Naphimnusz Egyesület tanúságtételét. Köszönjük szépen, püspök atya, és most pedig felkérem Magdaléna Noscsik, európai programkoordinátort, a Laudato Si mozgalom képviseletében, hogy tartsa meg előadását nemzetközi kitekintéssel. Okay, good morning. I hope that jó reggelt, remélem, hogy hallanak engem, Nagyon örülök, hogy itt lehetek. És köszönöm a püspök úr bevezető szavait. Nagyon szép volt ez a bevezető imádság, ami a teremtés évszakára készült, és az önkéntesek és a cserkészek segítségét is köszönöm ebben az eseményben, amit most Magyarországon szervezünk. És most elkezdem az előadásomat. Én a Laudato Si mozgalmat képviselem, amelyik előtte a globális katolikus klímamozgalomnak neveztetett, de és mindenkinek el kellett magyarázni, hogy mit jelent ez. Tehát ez egy olyan globális mozgalom, amelyet a katolikusok az egész világon, nem csak itt, nagyon sok tagja van ennek, nagyon sok tagszervezete van, nagyon sok mozgalom, még nem csak a katolikusok tagjai ezeknek. Tehát mindenkit szeretettel fogadunk, minden keresztény felekezetet az egész világról ebbe a mozgalomba, hogy együtt törődjünk a teremtett világunkkal még jobban, hogy segítsük az embereket abban, hogy meghallják a szegények kiáltását és a föld kiáltását. Az előadásom kapcsolódik ehhez az eukarisztikus kongresszushoz, mivel hogy mi mindig az kenyér szimbolikus jelentőségével foglalkozunk, és az előadásomon el fogom mondani, hogy hogyan tudunk imádkozni, és hogyan tudunk cselekedni a klímakrízis során, klímaválság során. Az emberek nem szeretik a válság szót, mert nagyon sokat használják, nagyon sokat halljuk a COVID-válság, a gazdasági válság, a biodiverzitási válság, de ezekben a klímaválságban gyökerezik, és ezt a mi mohóságunk okozta, aki egyre többet akar, egyre többet és többet akarunk. Az előadásomat a kollégámmal, a mozgalmi kollégámmal készítettem együtt. Nagyon sok képünk van a helyi kenyerekről a világban, de vannak kihívások, amelyek a klímaváltozással kapcsolatosak. Kik is vagyunk? Egy globális mozgalom. Mi megpróbálunk összehozni annyi embert, amennyit csak lehetséges, hogy akik időt és energiát, imádságot szánnak a teremtett világ védelmére.
from all corners of the world. A világ minden tájáról befogadjuk az ilyen embereket, és hiszünk abban, hogy együtt nagyon sok katolikus vagyunk világszerte, és valóban tudunk a klímaváltozásra hatni, még a döntéshozókra is, hogy jó döntéseket hozhassanak, és az előadásom végén meg felkérlek benneteket majd egy dologra. Tudtok egész konkrétan csatlakozni a mozgalmunkhoz egyszerű aktussal, a kedvességi aktusotokkal tudtok csatlakozni. Tehát még egyszer, kik vagyunk mi? A Szentlélek vezette olyan globális mozgalom, ami összehozza a katolikusokat a világ minden tájáról. A tagjai egy ernyő szervezet vagyunk, ernyő mozgalom vagyunk, több mint 700 szervezettel, és a katolikus egyházban, más keresztény egyházakból nagyon sok kisebb helyi csoportok is tagjai ennek a mozgalomnak minden földrészről. Mi a missziónk? Az, hogy inspiráljuk és mobilizáljuk a katolikus közösségeket, hogy közös otthonunkat gondozzuk, valamint a klíma és az ökológia igazság elérése érdekében. Nem csak a katolikusokat várjuk, ahogy mondtam, hanem minden más keresztény egyházból, minden más egyházból, akik ugyanúgy szükségét érzik annak, hogy törődjünk a klímaválsággal. Nagyon sok minden aktivitásunk van, de szeretnék bemutatni a Laudato Si Animator programunkat. Egyre nagyobb és nagyobb lesz ez a program, és mostanra Magyarországon is nagy lendülettel működik ez, és szeretném bejelenteni, hogy most a magyar nyelvű kurzust készítjük elő a Laudato Si Animator képzésben. Olyan programokban veszünk részt, és tapasztalati cselekvéssel veszünk részt, amelyek segítenek a célunk elérésében. Ezeket a kurzusokat már te a Magyarországon, hogy mondtam, a ti nyelveteken és anyanyelveteken is elérhető lesz nem sokára. A katolikus társadalmi tanítás megközelítést alkalmazzuk, amelynek a lényege úgy foglalt össze, hogy lásd, ítéld meg és cselekedj. Sok lehetőség van, hogy hogyan tudtok részt venni, mit tudtok csinálni ebben, és el tudtok köteleződni a mozgalmunkban. Vannak Laudato Si Animator programunk, vannak Laudato Si köreink, ezek kis csoportok, imádkoznak az egész teremtést világért, és ezek a csoportok helyi szinten cselekednek, és vannak Laudato Si egyesületeink, például Európában van már, vannak egyesületeink Spanyolországban, itt Olaszországban, Lengyelországban, és reméljük, hogy Magyarországban is lesz, mert a mozgalom itt növekszik, és vannak társtagszervezeteink is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Ugye a mi atyánkban szoktuk mondani ezt a sort, és hát nyilvánvalóan mindnyáján ismeritek ezt a sort. Most, mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy többé már nem áll rendelkezésünkre kenyér, hogyha azt mondanám, hogy nincsenek olyan búzaszemek, amelyekből utána lisztet készíthetünk, aminek segítségével utána megdagasztjuk és elkészítjük a kenyeret. Képzeljük el napunkat kenyér nélkül. Ez egy olyan alapvető dolog, amelyet minden nap fogyasztunk. El tudjuk képzelni a világot kenyér nélkül? Nos, őszintén szóval nagyon sok olyan ember van, aki nagyon komoly nehézségekkel néz szembe, hogy a mindennapi kenyerét megkeresse és asztalra tegye. Ahogy a diákon végigmegyek, be fogom mutatni, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk a klímaváltozás kapcsán. És látni fogjátok majd azt, hogy az embereknek hány százaléka alul táplált. Tehát majd mindjárt láthatjátok, hogy az egyes régiókban mennyien éheznek, és mennyi olyan ember van, akiknek nincsen meg a mindennapi kenyerük. És természetesen, hogyha ne
nem tudunk véget vetni a klímaválságnak, akkor egyre több olyan ember lesz a világon, akik éheznek. Csodálatos focacciát láthatunk itt ezen a képen Olaszországból. Látjuk, hogy csodálatosan készítették el, nagyon szépen díszítették, és egyébként Európában is vannak régiók, ahol igenis nehézségekkel szembesülünk, fosszilis tüzelőanyagoktól függnek különböző gazdaságok, és látjuk, hogy nagyon fontos lenne elkötelezni magunkat a szén fokozatos kivezetése mellett. Tapasztaljuk a különböző szárazságokat, illetve árvizeket számos európai országban, akár az idei évre is gondolhatunk, hogy nyáron milyen szélsőséges időjárási jelenségek jelentek meg. Ázsiába utazunk most, és itt egy indiai kenyeret láthatunk a képen, chapatit, és itt is azt láthatjuk, hogy itt is nagyon komolyan függnek a gazdaságok, a fosszilis tüzelőanyagoktól, nagyon kiterjedtek a monokulturális gazdaságok, rengeteg erdőítást tapasztalhatunk, illetve társadalmi egyenlőtlenséget is meg lehet tapasztalni a világ egyen a részén, és ez mind-mind kapcsolódik a klímaváltozáshoz, a klímaválsághoz. Vannak olyan szigetek, amelyek el fognak tűnni a tengerszint emelkedésének következtében. Oceánia. Nos, ez a kenyér a Fidzsi-szigetekről származik, amit itt láthatunk ezen a hatalmas levélen. Itt az óceánfenék bányászata jelent komoly problémát, illetve a különböző olajfúrások, a talaj és a folyópart eróziója ugyancsak probléma, és rengeteg olyan sziget található itt, és amelyek el fognak tűnni a tengerszint emelkedésének következtében. Észak-Amerikára térünk át, és itt is láthatunk reggelire használt kenyér típusokat. Itt látjuk, hogy különböző toxikus és egészségi problémák vannak a különböző égetések miatt, illetve a tenger elsavasodásáról is beszélhetünk. Ha tovább lépünk Dél-Amerikára, akkor itt is láthatjuk a megfelelő kenyereket. Itt látjuk, hogy sajnos nagyon sok olyan gazdaság van, amelyek kifejezetten a fosszilis üzemanyagok, illetve a különböző egyéb anyagok bányászatán függnek. Nagyon komoly a levegő, talaj és vízszennyezettség, és nagyon komoly társadalmi egyenlőtlenségeket lehet tapasztalni, ami bizony nehezen segíti az átmenetet. Brazíliából is láthatunk néhány zsemlét. Talán hallottak már a brazíliai helyzetről. Nagyon sok mezőgazdasági lobbira kerül sor Brazíliában, amely nagyon komoly befolyást gyakorol az őslakosokra. A monokultúra, illetve a szarvasmarha tenyésztés nagyon komoly gazdasági következményekkel jár. Afrika, és megint láthatjuk itt a csapatét Kenyából, itt rengeteg kihívással lehet találkozni, erdőirtás, elsivatagosodás, a Kongó medencében hihetetlenül komolyak a problémák, ugyancsak a szénbányászat és más ásványanyagok kitermelése, a különböző olajkitermelés, az folyamatosan a 21. században, és ugye lehet látni, hogy továbbra is még mindig a fosszilis energiahordozókra helyezik a hangsúlyt. És nyilvánvalóan mindenki tehet valamit, ahogy Ferenc pápa is említette, minden talentum és minden tehetség benne van mindegyes emberben, és ezekre a talentumokra, ezekre a tehetségekre szükség van ahhoz, hogy véget vessünk a klímaváltozáshoz kapcsolódó őrületnek. Úgyhogy szeretném mindenki számára mindenki figyelmébe ajánlani ezt a weboldalt, healthyplanetandpeople.org. A Glasgow-i klímakonferencián november elején is be fogjuk mutatni ezt a kezdeményezést. Ferenc pápa is részt fog venni ezen a konferencián, és majd be fogja mutatni, hogy hány aláírást tudunk összegyűjteni, és hány katolikus kötelezte el magát ezen téma mellett. Úgyhogy mindenki számára javaslom, hogy látogassa meg ezt a weboldalt, és iratkozzon föl, írja alá, és nagyon bízunk benne, hogy sikerül majd kiépítenünk ezt a közösséget, és nyomást tudunk majd gyakorolni politikusainkra és döntéshozókra, akik erre a konferenciára ellátogatnak. Hiszem, hogy
Mindnyájan, mindnyájunk rászánhatja azt a 10 másodpercet erre a mobiltelefonján, okostelefonján megnyithatja ezt a weboldalt, és aláírja ezt a kezdeményezést. Hogyha szeretnétek többet tudni a kezdeményezésről, akkor nagyon örömmel válaszolok az egyéni kérdésekre, akár most itt az előadást követően, és hiszem, és imádkozom azért, hogy mindnyájan képesek vagyunk arra, hogy megmentsük bolygónkat, a Földet. Köszönöm szépen a figyelmet. Magdalena, thank you very much. Köszönjük szépen, dziękuję bardzo. És most kérném szépen Nemes Csabát a színpadra, a kerekasztal beszélgetés vezetőjét és a Naphimnusz Egyesület jelenlevő taglait, hogy foglaljanak helyet a kerekasztalnál a következő percekben, tehát hazai vizekre evezünk, és a teremtésvédelemről magyar környezetben esik szó. Ahogy említettem, 10 éves a Naphimnusz Teremtésvédelem Egyesület. Csaba. Köszönöm szépen. Működik a mikrofon. Ugye? Halljátok. Köszönöm szépen, és igen nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Naphimnusz Egyesület nevében is. Itt ülnek barátaink, kollégáink a Naphimnusz Egyesületből. Van közöttünk olyan, aki alapítótag, van, aki újatagok, van olyan, akivel én most találkoztam először, bár már online találkoztunk, tehát vannak frissek és idézőjelben régiek, de hogy gyorsan belefogjunk és belekezdjünk, én azt kérek, majd mindenkitől mutatkozom, de legelőször Nobilis Mária atyához fordulnék, mert azért ő ennek az egyesületnek a kitalálója, és nem csak az apukája, hanem szellemi atya is, ezt nyugodtan mondhatom. És az előzményéről kérlek, Mário, beszélj egy kicsit meg, hogy hogy született az egyesület, és akkor így egyben magadat is bemutatnád. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Isten hozott mindenkit. Örülök, hogy vagyunk sokan, akik a téma után iránt érdeklődünk. Nobilis Mário vagyok. Székesfehérvári egyházmegyés, pap, 1991-ben szenteltek, és amikor a Naphimnusz Egyesület létrejöttéhez vezető történet úgy elindult, vagy hát nyilván sok gyökere van, hajszál gyökerei régebbről is, de az időszak közelebbről, amikor 2003-ban én az Országos Lelkipásztori Intézetnek lettem a előbb főtitkára, majd igazgatója, Blankenstein Miklós atya után, őt nyilván sokan ismerik, magyarok közül, és hát akkor egyrészt ugye elkezdtünk azzal, kerestük a témákat, amelyekkel fontos lenne foglalkozni a Magyar Egyházban, és volt egy olyan része a történetnek, hogy mint a Lelkipásztori Intézet igazgatója, én rendszeresen jártam ki az osztrák lelkipásztori napokra, akik a mi testvérintézményünk Ausztriában, persze sokkal régebbi időkre megy vissza, és ők minden évben rendeztek egy lelkipásztori napokat, lelkipásztori konferenciát, mint ahogy mi is Magyarországon valószínűleg azon jó páran részt vettek már. És hát az egyik évben, egész konkrétan 2007-ben, ennek a konferenciának az volt a témája, hogy Schöpfungsverantwortlichkeit, tehát hogy a teremtés iránti felelősség. És én akkor kicsit úgy voltam ezzel, hogy hát ez fontos téma, de hát az egyházban ne az eukarisztia helyett, ne a szentmise helyett, vagy a katekézis helyett foglalkozunk ezzel, ez nem biztos, hogy jó ez így. De ezen a konferencián, hát kimentem, részt vettem, és ott ezen a konferencián egy nagyon fontos megközelítést hallottam az osztrák testvérektől. Ők nem azt mondták, hogy hú, milyen jó dolgokat csinál a világ, milyen zöldek ezek az egyesületek, és akkor legyünk mi is zöldek, és menjünk a világ után, csináljunk mi is valami modernet és népszerűt, hanem ők azt a kérdést tették föl. Van a világnak egy problémája, a környezeti probléma. Akar-e Krisztus valamit erre a problémára válaszolni? Nyilván akar, hiszen az evangélium az ember minden problémájára válasz akar lenni. Ha akar, akkor azt bennünk, az egyházban, az egyházon keresztül akarja tenni. Tehát akkor
következő kérdés. Mi a dolgunk nekünk, mint egyháznak, hogy jó választ legyünk a világ aggodalmára a környezeti gondok miatt? És akkor azt mondtam, hogy ez nagyon jó kérdés, ez nekem nagyon tetszik, így lehet a dologgal foglalkozni. És akkor elkezdtünk vele tényleg kicsit már foglalkozni a Lelkipásztori Intézetben, és akkor következett az, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2008-ban elhatározta, hogy egy körlevelet fog megjelentetni a teremtett világ iránti felelősségünkről. Ennek a körlevélnek a gazdája Udvardi György püspökatya lett, most ugye veszprémi érsek, akkor budapesti segédpüspök, és ő nem csak a körlevél szerkesztését indította el, hanem egyben az egyik legfontosabb írója is itt van ugye a körlevélnek, vagy szerkesztője, Laura nővér, hanem egyben megkért több csoportot, hogy kiegészítő gyakorlati köteteket is írjunk ehhez a körlevélhez. És így kért meg minket, a Lelkipásztori Intézetet, hogy egy lelkipásztori ilyen kiegészítő füzetet írjunk ehhez a püspökkari körlevélhez, hogy akkor mit csináljanak a közösségek és a lelkipásztorok ezért a tényért. És akkor én hát úgy néztem körül, hogy hát jó, ezt egyedül nem tudom megírni, és akkor hát kerestem embereket, akik ebben ugye gyakorlottak, meg szakértők, és akkor így találtam például Csabát, ugye, meg aztán Gábor is hamar feltűnt ott ebben a körben, és arra jöttem rá, és ez volt a szép és érdekes, hogy nagyon sokan vannak igazában a Magyar Egyházban is, akik ezzel magas szinten foglalkoznak, és nagyon várták már, hogy az egyházuk is megkérdezze tőlük, hogy mint a környezetvédelem szakemberei, mit mondanátok az egyháznak, vagy mint hívők, mint keresztények, mint katolikusok, mit tennétek, vagy mit látnátok, hogy mit kell tennünk. És akkor összejött ez a kis csapat, megírtuk ezt a füzetet, egyébként ez ma is, azt hiszem, kapható a Szent István Társulatnál, barna színű kiegészítő füzete a püspökkari körlevélnek, a felelősségünk a Teremtett Világért című körlevélnek. De aztán, amikor ez a csapat megírta a füzetet, akkor utána azt mondtuk, hogy de most nem fogunk szétmenni, nem oszlunk föl, hanem akkor folytatjuk ezt a munkát, hogy akkor, amit itt megértettünk, mint feladatot az egyház számára, hát akkor ezt most propagáljuk, terjesszük, népszerűsítjük, és akkor az Országos Lelkipásztori Intézet teremtési idejű munkacsoportjaként működtünk tovább. Míg nem aztán megéreztük azt, hogy igen, de a környezetvédelemben nagyon sok civil, helyi, közösségi aktivitás van, és egy ilyen országos intézet az nehezebben működik együtt ilyen civil mozgalmakkal, és hogy milyen jó, hogyha ennek a dolognak lenne egy civil szervezeti lába is. És hát akkor így alakult meg, most a részletes történet, nincs idő elmondani, de végül is sikerült rávenni a világi testvéreket, hogy akarjanak egy egyesületet alakítani, ugye egy kicsit súgni kellett nekik, hogy ugye akartok egy egyesületet alapítani, kedves világi testvérek, és akkor észbe kaptak, jaj, persze, akarunk, igen, igen. És akkor hát megalapították, és ez 2011-től kezdve ugye működik, ezért most éppen 10 éves, és éppen 2011-ben viszont létrejött a Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága is, amelyik pedig hivatalos oldalról fölülről elkezdett foglalkozni ezzel a témával. Tehát így most már összeállt ez a kép, hogy a Caritas in Veritate bizottság mondjuk úgy, hogy fölülről, hivatalosan, a hierarchia oldaláról, a tanítás és a világegyház oldaláról, meg a magyar egyház oldaláról, a Napinus Teremtésvédelmi Egyesület pedig alulról, a közösségek felől, a civil élet felől, a civil kapcsolatokat élve, fenntartva, és hát kicsit azért továbbra is ebben az egyesületben tömörülnek jó páran, akik meg hát ezzel úgy katolikusként, tudományosan, vagy szakmaként is foglalkoznak, de szeretnénk, hogyha nagyon sok helyi, egyszerű plébánia közösségi csoport is merne csatlakozni a Napinus Egyesülethez, mert ez nem egy budapesti egyesület, hanem ez egy országos segítő közösség szeretne lenni ahhoz, hogy mindenütt helyben elindulhassanak ezek az aktivitások. Ugye, ahogy Magdalena is mondta, hogy mindenütt helyben kell meglátni, hogy mi a dolgunk ebben a feladatban. Köszönöm szépen, Mário. Én is nagyjából én 2002 körül találkoztam a teremtésvédelem fogalmával, akkor az akadémia csinált egy konferenciát, én is részt vehettem, én adhattam előadást is, de utána szem elől vesztettem ezt a dolgot, és sokáig foglalkoztam környezetvédelemmel, ugye azóta is, de ennek a keresztény szemléletű részével, sőt, már nem is csak környezetvédelem, ezt hallom, sokkal több, nem találkoztam, de utána ez eltűnt a szemem elől, és isteni szerencsére valóban az, úgy gondolom, úgy hiszem, hogy ugye Mário kérésére, de valóban Balizs Saci, Laura nővéren keresztül ő hívott engem meg ebbe a munkacsoportba, és annyira jó volt,
találkozni, akkor még számomra részben ismeretlen emberekkel, hogy ugyanúgy gondolkozunk, ugyanúgy csillog a szemünk, ugyanúgy szeretnénk tenni ezekre az ügyekért, és akkor elindult úgy, ahogy ezt Mário atya elmondta. És hadd kérdezzem meg én itt majd most a tagjainkat, itt sorban, először Klárit, hogy érkezett közénk. Mit jelent ez most számodra, hogy te a egyesület tagja vagy, és esetleg mit szeretnél majd a következő egy-két, vagy sok-sok évben együtt csinálni velünk? Ezt fogom kérdezni a többiektől is, de köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én Sosné Erdő Klára vagyok, és Budakalászról érkeztem. Egy kicsit talán rendhagyó módon én a karitászos vonalamon csatlakoztam az egyesülethez. Magával a Laudato Si-vel és a Laudato Si mondani valójával, így az egyház ide vonatkozó tanításával is körülbelül 4-5 évvel ezelőtt találkoztam először. Aztán később egy 72 tanítvány mozgalmas rendezvényen a Bálnában kaptam egy nagyon nagy löketet és egy nagy megerősítést, hogy igenis tenni kell ez ügyben, illetve ott volt egy ráérzésem arra, hogy vajon a Caritas kapcsolata mi lehet a teremtésvédelemmel. Azt hiszem, hogy ott olyan fontos előadások hangzottak el, amik nagyon sokat tudtak nekem ebben segíteni, és ugyan elsőre talán nem érezzük, hogy mi lehet a kapcsolódás, de ha belegondolunk, hogy a Laudato Si-ben a szegénység, a társadalmi egyenlőség, ez milyen fontos mondani valóval bír, akkor már érezzük azt, hogy a Caritasnak valóban mi köze van ehhez. És ha csak olyan kis apró gyakorlati dolgokra gondolunk, mint az újrahasznosítás, vagy a pazarlás visszaszorítása, vagy a javaink megosztása, vagy a köztünk lévő akár cserebere újrahasználás, újrahasznosítás, akkor látjuk azt, hogy a gyakorlatban is nagyon sok fronton tudunk csatlakozni ehhez. Miután éreztem, hogy tennivalóm van ezen a téren, és hogy ez nem egy szabadon választott feladat, hanem ténylegesen tennem kell, akkor azt éreztem, hogy a Caritas csoportunkban, ami Budakalászon nagyon jól működik, ez egy olyan kiváló fórum lenne, ahol ezt egy kicsit szélesebb körben is tovább tudnánk vinni, és egy kicsit tudnánk erről beszélgetni. Először kialakítottunk olyan kisebb köröket, akik Ökomami néven futottak, és megpróbáltuk egymás közt megosztani a tapasztalatokat, megpróbáltunk tudást megosztani, és utána létrehoztunk egy olyan nagyobb szabású, nagyon sok embert megmozgató témahetet, ami Szent Ferencnek a hetéhez és a Teremtésvédelem hetéhez kötődött. Ennek kapcsán kerültem kapcsolatba a Nap Himnusz Egyesülettel is, ahonnan nagyon sok segítséget kaptam, nagyon sok forrást, támogatást, illetve ezt a gyönyörű Holnap Himnusz kiállítást is be tudtuk mutatni, amit most ti is láthattok itt a kivetítőkön. Azt hiszem, hogy nagyon fontos számomra az, hogy az egyesülethez tartozhatok, és az, hogy amit az elsőként megéltem, hogy talán az emberek először nem értik, hogy ez mit jelent, és egy kicsit olyan marslakóként érzi magát az ember, hogy kap egy olyan közösséget az egyházon belül, ami megerősíti, és ami tovább tudja vinni abban, hogy igenis ezt kell csinálni, érdemes csinálni, szépen lassan töltekezni kell Istenből és egymásból, és hogy ez a közösség ez nagyon fontos. Nekem ezt adja a Nap Himnusz Egyesület. Köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm, Klári, és említette a teremtés hetét. Lehet, hogy sokan nem tudják itt, hogy ez mit jelent. Talán már szinten 10 éve, lehet, hogy már több mint 10 éve, ugye egy ökumenikus együttműködésben a Nap Himnusz Egyesület is részt vesz a teremtés heti programokban. Majd, ha tehetik, kövessék ezt figyelemmel, mindig ugye Ferenc nap környékén, tehát október 4-e környékén szokott lenni ez a hét. Remélem majd hallanak róla is, és követik ezeket a programokat. És akkor én, Andrea, hozzád fordulnék, hogy akkor te hogy kerültél képbe naphimnusszal kapcsolatban, és hát hogy érzed magad itt, és mik a terveid velünk, és hát ezzel a témával kapcsolatban? Parancsolj! Bánfalvi Németh Andrea vagyok, a Nap Himnusz Egyesület irodavezetője, és mielőtt belevágok abba, hogy hogyan kerültem kapcsolatba az egyesülettel, még kiegészíteném annyival Csaba utolsó mondatait, hogy teremtésünnepe.hu oldalon lehet elérni a teremtés heti füzeteket visszamenőleg is, illetve a friss számot, amely pont a közös ház megújításáról szól. És igenis, hogy a teremtéshet az mindig szeptember utolsó
hete és október első hete közé eső forduló hét. És akkor, hogy én hogy kerültem a Naphimnusz Egyesületbe, én 2015 óta vagyok az Egyesület irodavezetője, aki hirtelen most összekapcsolja, az igen, igen jól teszi. A Laudato Si megjelenésének évében lettem én az Egyesület irodavezetője és tagja, mert hogy miért ne legyek tagja egy olyan egyesületnek, ahol dolgozom, és ahol elkötelezetten végzem a munkámat. Az első igazán nagy kihívás az éppen a Laudato Si magyar fordításának bemutatása volt az Országházban, ami egy áttörés volt az Egyesület életében az ismertségünket illetően. Akkor nagyon sok új taggal bővültünk, és azóta is folyamatosan csatlakoznak hozzánk elkötelezett teremtésvédők. Igazából az Egyesületnek a célkitűzése a közösségek teremtéstudatosságának növelése. Ez ugye azt is jelenti, hogy a plébániákat segítsük abban, hogy a rendezvényeiket, az első áldozást, a bérmálást, akár csak egy lelki napot teremtéstudatosan szervezzenek, és a plébánia, ahová járunk, úgy tűnik, hogy ha lassan is, de partner ebben, és hát azért erőfeszítéseket kell tenni, de érdemes erőfeszítéseket tenni ezügyben, tehát hogy mindenkit arra bíztatok, hogy a saját plébániáján igenis tegyen erőfeszítéseket, hogyha van 70 darab pohár, akkor az első áldozók üvegpohárból igyanak, nem fog eltörni a pohár, és ha eltörik, akkor eltörik, de ne vegyünk 70 darab műanyag poharat, amit utána kidobunk a szemétbe. Folyamatosan dolgozunk, mindenféle projektjeink vannak együttműködésben ugye a Caritas in Veritate bizottsággal, referenseket képzünk az egyházmegyék számára, akik szintén a közösségeket tudják segíteni a teremtésvédelmi aktivitásokban. Minden évben részt veszünk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón tavasszal is és ősszel is. A teremtésheti füzeteket is együtt szerkesztjük az ökumenikus testvérekkel, illetve nagyon fontosnak gondolom azt, hogy rendszeresen publikálunk a Magyar Kurír hírportálon, illetve havonta, 4 hetente, jobban mondva, a Mária Rádióban is majdnem másfél órás teremtésvédelmi adással jelentkezünk. Köszönöm szépen, Andrea, és említettél egy honlapot, akkor én most említek egy másikat is. A Naphimnusz Egyesület honlapját, teremtésvédelem.hu, elég könnyen elérhető, és azért is mondom ezt, mert említetted a Laudato Si enciklikának a megjelenésének a időpontját, 2015, ami nagyon gyorsan megjelent magyarul is, és aki még nem olvasta, vagy nem látta, nem volt a kezébe, ezen a honlapon ez is megtalálható, olvasható, letölthető, és ajánlom önöknek, mert nagyon szép üzenetekkel van tele, nagyon könnyen olvasható. Aki már olvasott enciklikát, ilyet, olyat, amolyat, ez ahhoz képest még könnyebben olvasható, de hát valószínűleg ennek oka van, és én úgy gondolom, hogy szerintem fontos mindannyiunk számára. Amit most látnak a kivetítőn, a honlaphimnusz kis kiállításunkat, amit szépen le vannak most fotózva, ez is megtalálható a honlapunkon. És akkor Eszterhez fordulnék, akkor téged is kérlek, hogy meséld el nekünk, hogy miért is vagy itt, mit szeretnél, mit jelent neked a teremtésvédelem? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én Darányi Nélszabó Eszter vagyok, és már az is mutatja, hogy milyen sokfélék vagyunk, hogy én egy teljesen más oldalról jöttem. Én a világi környezetvédelmi aggódásból indulva érkeztem el a Naphimnusz Egyesületbe.
A legkisebb gyerekem az pont abban az évben született, mint a Laudato Si enciklika, de én ekkor még csak a legkisebb gyerekem születéséről tudtam, az enciklikáról nem. És ezt követően, amikor már így kicsit nagyobb volt, valahogy nekem akkor állt össze egy csomó információból a környezeti válság, hogy egyszerűen mi megy körülöttünk, és ebben láttam az én szerepemet. Tehát láttam azt, hogy nekem minden nap kávé jut a poharamba többször, minden nap csokoládé jut az asztalomra, akár többször, hogyha elfáradok, akkor esetleg bemegyek shoppingolni, és valamilyen ruhákat leveszek a váfákról, amiket nem tudom, hogy hol készítette, ki készített. Szóval hogy ezzel az egészen én részese vagyok ennek az egész válságnak. És amikor ez így összeállt az én fejembe, akkor mi a családunk életvitelén addig se éltünk különösebben nagy lábon, de elég radikálisan változtattunk, és ez nekünk jó volt. Ettől mi elégedettebbek lettünk, egyszerűsödött az életünk, több időnk lett, több pénzünk lett, tehát mi ezzel a változtatással boldogok voltunk. És aztán én azon kezdtem el, két dolgon kezdtem el gondolkodni. Az egyik az, hogy ha én ezt így látom és meg tudom csinálni, akkor vajon a szomszéd miért nem? És akkor jött ez a vágy, hogy de akkor neki is elmondjam. A másik, amin elkezdtem gondolkodni, hogy ugye egyéni szinten, tehát nagyon-nagyon sok oka van ennek a környezeti válságnak, de egyéni szinten szerintem jól meghatározható, hogy ez a túltolt fogyasztói társadalom. Tehát, hogy egyszerűen sokkal többet fogyasztunk, mint amelyre szükségünk van, és nem azért fogyasztunk, mert szükségünk van rá. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez teljesen egybevág az egyház tanításával, hogy vajon mit mond erről az egyház. Tehát én nem tudtam eleve, hogy van egy ilyen vonulat, hanem én elkezdtem keresni. És egy elég mély személyes válság állapotában voltam, amikor rátaláltam egyszerűen a teremtésvédelem.hu-ra, rátaláltam a Laudato Si enciklikára, és akkor nagyon gyorsan fel is hívtam Andreát, aki nagyon gyorsan az itt ülő Andreát, aki a nagyon gyorsan az itt ülő Klárihoz irányított, és már többször elmondtam nekik is, de ez alatt a két nap alatt nekem így kb. Megváltozott az életem. Tehát egy olyan új utakat kaptam, olyan új háttérbázist, egy hálózatot magam körül, amiben egyrészt én is megéltem azt, amit Klári is említett, hogy nem vagyok egyedül, nem feltétlenül én vagyok az UFO, tehát vannak, akik ezt hasonlóképpen gondolják és hasonlóképpen próbálnak cselekedni, és elindítottak olyan utakon, amik aztán tényleg új lehetőséget nyitottak számomra. És nagyjából el is értünk oda, hogy mit jelent nekem az Egyesület. Tehát jelenti nekem ezt a bázist, meg ezt a kapcsolati hálót, ami valóban az egész országban megtalálható. És egy kis történet még, hogy mennyire az egész országban megtalálható, hogy néhány, egy-két hónappal korábban a levelező listánkon egy vidéki tagtársunk, egy denevérmentő megszállott aktivista írt egy nagyon érdekes történetet az ő működésükről, és aztán néhány hónappal később, most nyáron én meglátogattam őt a családommal együtt Aktelek mellett, és megnéztük az ő kiállításukat, a fantasztikus munkájukat, és annyira jó érzés volt, hogy ezt kaptam én a Naphimnusztól, és ezt jelenti nekem, hogy van Aktelek mellett a világ végén egy ember, aki hasonlóképpen gondolkodik, ő speciál a denevérekbe szerelmes, és a denevérek tette fel az életét, őrületes energiákat mozgósít bele, és én ezt nem tudnám máshogy, hogyha nincsen nekem a Naphimnusz. Úgyhogy ilyen embereket képes összehozni a Naphimnusz, és én ezért nagyon hálás vagyok. Szuper, köszönöm szépen, Eszter. És ez fantasztikus, hogy akkor így néhány nap alatt így megváltozott az életed, majd megváltoztattuk, vagy hát közösen, nyilván Isten segítségével együtt. És hát nagyon szeretnék, hogyha sokan lennénk ilyenek, és sokak tudnának csatlakozni legalább gondolatban, aztán utána aktivitásban ezek az ügyekhez. Éppen ezért tervezünk egy olyat is a honlapunkon, remélem, hogy sikerül, ehhez is kell majd kellünk mi, kell hozzá idő,
de tervezünk egy olyat, hogy a honlapon elindítunk egy olyan kis blogot is, amivel megpróbálunk mindenre majd válaszolni, hogyha írnak hozzánk, kicsit aktivizálni magát a honlapot, és hát mindenkit, aki hozzánk fordult bármilyen teremtésvédelmi jellegű kérdéssel, bármilyen kéréssel, majd kérem figyeljék, nem most indul még, de remélem néhány hónapon belül elindul, és próbálunk mindenkinek segíteni, és bevonni mindenkit, hogy legyen olyan öröme, mint amilyen Eszternek volt, nekünk is ilyen örömet jelent. És Gábor, te nem maradsz ki a sorból, téged kérlek rá, hogy ezzel akár zárd is be ezt a kis beszélgetést, mert én kértél tőlem egy másfél percet a végre, én tudom. De mondd el, hogy kerültél hozzánk? Hogy kerültél? Hát nagyjából majdnem egy időben mit gondolsz erről az ügyről, és miket szeretnél velünk együtt csinálni? De akár bármi mást is mondhatsz, amit kívánsz. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. A kezdetektől részt veszek a munkában, elsősorban a partneri viszonyokat akár nemzetközi szinten próbáljuk kiépíteni. De hogy kerültem oda? Hát úgy, hogy a Országos Lelkipásztori Intézetben volt az előadás sorozat, Mário, Csaba, Zlinszky János, többiek, és volt, amikor ott voltam, volt, amikor heten voltunk, volt, amikor 50-en, és tulajdonképpen engem a Brückner Ákos elődatya, a plébánosom is küldött. Tehát amikor 3-an, 4-en, 5-en voltak, és elmentem, talán legközelebb nem is nagyon vágytam vissza, mert hát, hogy itt olyan kevesen vannak. És ő is szólt, és tulajdonképpen talán az egyetlen vagyok, akit a plébános küldött, hogy hát te olyan zöld vagy. És de nem zöldfülű. Igen. Amikor megalakult az Egyesület, következő esztendőben már egy nemzetközi szimpóziumot szerveztünk, a Konrad Adenauer alapítvánnyal együttműködésben, Nemeshegyi Péter atyával, aki ugye Japánról beszélt sokat, és te nyugosztalja, és Veres András püspök atyával. Tehát a nemzetközi élet már az elején megkezdődött, és aztán egy nagy ugrással tavaly előtt körülbelül, ugye a pandémia időszakában láttam, hogy van egy ilyen, hogy Laudato Si online kurzus, és mondtam, hogy hát most azért a home office mellett belefér hétvégeként, hogy ezen részt vegyek, és tulajdonképpen így lettem Laudato Si animátor, ami ugye egy ingyenes alkalom, és ugye itt elhangzott Magdalénától, hogy ez rövidesen magyar nyelven el fog készülni a fordítás, és utána már csak meg kell csinálnunk a tanfolyamot közösen. Tehát a partnerség, ugyanúgy, ahogy említette Klária, 72 tanítvány mozgalmat, másokat, tehát nagyon fontos, hogy mindenkit belevonni a helyi egyház tanácsba elmenni. Amikor megjelent a Laudato Si enciklika, akkor elmentünk templomokba, és próbáltunk erről beszélni. Nagyon izgalmas ennek az enciklikának a helye, mert sokan mondhatjuk, hogy hát vannak enciklikák, korábban is voltak, azóta is született, de a Laudato Si azért különleges, mert egy mozgalom alakult köré az egész világon, és akkor ígértem 2 percet, ugye, a végére? Már hogy én azt gondoltam, hogy te kész 2 percet, elnézést kérek, de hát akkor... Én majd egyet kérem. Igen. Jó, köszönöm szépen, Gábor, akár sokat többet is mondhattál volna, de majd megtudják, hogyha elindul ez a bizonyos animátorképzés magyarul. Szerintem nagyon izgalmas és nagyon fontos dolog lehet. Én, ha kapok tényleg 2 percet, akkor ezeket átpasszolnám nektek, de csak arra, hogy van-e mindenkinek egy-egy mondata arról, hogy miben segíthetünk, mit jelent, mit tehetünk hozzá, amit úgy szoktunk mondani, ugye profánul, nem teremtési bérelmi körökben, hogy a fenntarthatósági átmenet, átalakulás, hogy tudunk alkalmazkodni, felkészülni arra, amire Püspök atya is beszélt. Van erre egy-egy mondatos ötlet, hogy miben tudunk mi segíteni, és mit kellene tennünk majd együtt? Jelentkezik valaki? Mário is, köszönöm szépen. Ennek a mostani programunknak ugye az a cím, hogy egy föld, egy kenyér, és a környezeti mozgalmak azt mondják, hogy a helyi közösségek tudnak igazán rugalmasan válaszolni környezeti problémánkra. Mi keresztények, nekünk meg vannak helyi közösségeink.
És azt gondolom, hogy ezek az eukarisztiából táplálkozó helyi közösségek, Krisztus teste, az eukarisztiai Krisztus teste, az egyház is Krisztus teste, ezeknek a helyi közösségeknek kell fölismerniük ezt a küldetésüket. Tehát szerintem leginkább azt tudjuk segíteni, hogy a helyi közösségeink rádöbbennek, hogy mekkora ajándékot tudnak adni ezen a téren is a környezetüknek, a városuknak, a községüknek, az embertársaiknak. Mi a Naphimus részéről ezt szeretnénk segíteni, ezt a tudatosodást, de mindenkire szükség van, hogy a helyi oldalon ezt kérje, várja és folytassa. Szuper, nagyon-nagyon köszönöm mindannyiatoknak, hogy beszélhettünk egymással, és Gábor, tiéd a szó. Jó, hát akkor tulajdonképpen a mai alkalmat ezzel a kerekasztal beszélgetéssel befejezzük, és köszönjük szépen a figyelmüket, a kérdéseikkel, tehát a kerekasztal résztvevőit, vagy még a padokban ülő többi társunkat megkereshetik, és írjanak nekünk az info@teremtésvedelem.hu-ra, hogyha van kérdésük. A közösségi médiában is jelen vagyunk, Facebookon. Látogassanak el a www.teremtésvedelem.hu honlapunkra, és szeretettel várjuk Önöket a Naphimus Egyesület rendezvényein, a Sapienci Egyetemmel együtt a Naphimus műhelyen, online vagy személyesen, tehát maradjunk kapcsolatban, ez az én fő üzenetem talán, és az egész mai alkalomnak, a teremtésvédelem közösségi alkalom, egyéni cselekedetek összessége, közös cselekedetek, megjelent most egy közösségi komposztáló, például a Julinak a segítségével egyik társunk, és építsük ott, ahol Önök laktak szerte a nagyvilágban vagy hazánkban. Köszönjük szépen a mai alkalomnak a résztvevőinek a munkáját.